Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 29-e van, a Beatrixek és az Ernák ünneplik névnapjukat. 480 éve a török szultán Csellel elfoglalta Budát, amely 145 évig a török uralom központjává vált. 587 éve született Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője, és 106 éve született Ingrid Bergman, a háromszoros Oscar-díjas svéd színésznő. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Két pályacsúcs is megdőlt idén a szabadkai félmaratonon, csak nem 1500-an futottak. Ma tartották a Szentkúti búcsút a Szabadka melletti Mária kegyhelyen. A templom 130 éves fennállását ünnepelte a nagybecskereki református közösség. Egyre többen szorulnak kórházi kezelésre a koronavírus fertőzés miatt Szerbiában. Bemutatták a Csaba Királyfi című székely nemzeti rockoperát Temerinben. Két pályacsúcs is megdőlt ma Szabadkán a negyedik félmaratonon. A futásé volt a főszerep az észak-bácskai városban. Idén megközelítőleg 1500-an álltak rajthoz. Egy év kihagyással idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a szabadkai félmaraton. Azok, akik neveztek a versenyre, három távot választhattak, futhatnak 5, 10 vagy 21 kilométeren Szabadka legszebb, legpatinánsabb épületei között. Ilyen a Városháza vagy a Népszínház épülete, amelyek elől indult a verseny is. Az esemény mottója fussa történelmen át. A résztvevők számos szecessziós gyöngyszemet, mint amilyen a Reichel palota érintve érhettek célba. Az esemény a legkisebbek futamával kezdődött. Csányi Dávid nyert is, és büszkén viselte a befutó érmet. Jó, kifáradtam, de közben, amikor futtam, akkor fájt a hasam is, de megnyertem. Az eseményt Stevan Bakić, szabadkai polgármester, és dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke nyitotta meg. Nema boljeg uvoda u proslavu dana grada Subotice od ovog četvrtog subotičkog polumaratona. Naziv Trčanje kroz istoriju je jedan od najtačnijih i najlepših naziva u svetu uličnih trka. Dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke, eddig a szervező csapat tagja volt. Azt gondolom, hogy nagyon jó dolgot sikerült itt csinálni az elmúlt években, és én szeretném mindenkinek megköszönni, akik nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy ma ennyien lehessenek itt Szabadka főterén a szabadkai félmaratonon. Az esemény nem sokkal 10 óra után rajtolt el. A legrövidebb és a leghosszabb távon is pályacsúcs született. 21 kilométeren a belgrádi Velimir Bojovic döntötte meg az eddigi rekordot. Első alkalommal futott Szabadkán. Fantazija. Kao u Evropi, svi navijaju pored staze. Retko imate gde da vidite u Srbiji da navijaju pored staze. A szervező Horizont Sport Egyesület a járványhelyzetre való tekintettel meghatározta a jelentkezők felső számát. A szabadkaiakon kívül számos más országból is neveztek résztvevők. Subotica je najviše, Beograd je prvi sledeći, ali imamo ljude iz svih krajeva naše zemlje, imamo iz Mađarske, imamo iz Hrvatske, imamo iz 17 zemalja. Ali dobro, to su neki pojedinačni slučajevi, generalno najviše iz Srbije, najviše iz Mađarske. A nők közül a félmaratonon a legjobb Slagyana Stamenković lett. 10 kilométeren a leggyorsabb a zentai Nagy Gellért Béla, míg az 5 kilométer első befutója a szabadkai Maxim Puskár lett. A versenyeken megközelítőleg 1500-an vettek részt. A félmaraton egyébként annak a rendezvénysorozatnak a része, amelyet Szabadka Városnapja alkalmából tartanak. A szabadkai félmaratonról híradónkat követően láthatnak egy hosszabb összeállítást.
Ma tartották a Szent Kúti búcsút a Szabadka melletti Mária kegyhelyen. Az ünnepi szentmisét Szlávkó Vecserin szabadkai megyés püspök celebrálta, valamint ünnepi beszédet mondott Tómó Vuksics szarajevói püspök. A híveket a szentmise mellett kirakodó vásár is várta. A szentkúti búcsú nagy hagyománynak örvend a szabadkai hitközségben. Idén is sok környékbeli hívő gyűlt össze Mária képét köszönteni. Szoktunk járni, most, hogy ez a járvány véget egy kicsit ritkábban, de hát lelki megnyugvást kapunk, föltöltődünk, és jó érzés. Szabó Erzsébet minden évben eljön a búcsúba, régebben még az éjszakai virasztáson is részt vett. Nagyon-nagyon nagy Mária tisztelő vagyok, és én a Jóistenbe és a Szűzanyába hiszek, és várom a segítséget, meg kapom is mindig. Szlávkó Vecserin szabadkai megyés püspök a szentmisén tartott prédikációjában arra szólította fel a híveket, hogy merjenek hallgatni Isten szavára, hiszen Mária is hitt benne, ezzel pedig az örök üdvösség és az örök élet részesévé vált. Remélem, hogy a hívek is jól éreztek magukat, mert várták, hogy már jöjjenek Szűz Máriához, hogy imádkozzanak, hogy együtt imádkozzunk és együtt örüljünk. És örülök, hogy azt hiszem, hogy az idei búcsú ad egy új lendületet a magyarságnak, még a magyar ajkú híveknek is. A magyarság számára a kereszténység felvétele óta nagyon fontos volt Mária tisztelete. Ez figyelemmel kísérhető a vajdaságban megmaradt kegyhelyek számán is, mint amilyen a szabadkai, a doroszlói és a török topolyai szentkút, mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Nem csak Máriát tiszteljük, imádjuk, és Istenhez imádkozunk, hanem egy kicsit hitünkre, családunkra, a gyermekekre, az összefogásra is gondolunk. Itt ez a hely is erről szól. Együtt, közösen úgy imádkozunk Istenhez, hogy Mária közrejárását kérjük. A szentmise végén a hívek vizet töltöttek a kútnál, sokan meg is mosdottak a gyógyhatásúnak vélt vízben, ami egyfajta rituális lelki fürdőzést, megtisztulást jelent számukra. Nagy nap volt a tegnapi a nagybecskereki református közösség életében. A helyi templom fennállásának 130. évfordulóját ünnepelték, és az új lelkész beiktatását is megtartották. A kettős ünnep alkalmából összegyűlt a bánáti városban a vajdasági református közösség. Az eseményen jelen volt Németh László nagybecskereki katolikus megyés püspök is. Hatalmas dolog az, hogy a nagybecskereki református közösségnek ismét van lelkésze, hangsúlyozzák a hívek, akik ugyan kevesen vannak, de annál inkább összetartóak. Volt olyan időszak, amikor nem volt lelki pásztora a gyülekezetnek. Úgy érezte ez a kis gyülekezet, mint pásztor nélküli nyáj, de ugyanakkor olyan nagy volt az elszántsága ennek a maroknyi gyülekezetnek, hogy nem engedtük meg, hogy széjjel szólódjunk. A hívő közösség összetartása az elsődleges cél, hangsúlyozta a beiktatáson az új lelkész Vuin Gyengeszlivka Tilda. Először is az a nagy feladat, hogy talán föléleszteni a gyülekezetet. A történelmi visszatekintő során láthatjuk azt, hogy a gyülekezet háromszor élet újjá, úgyhogy olyan, mint a griffmadár. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell negyedjére is ugye a nulláról indulnunk, hogy tudni fogjuk a gyülekezeti tagjainkat összeszedni. Az eseményen mások mellett részt vett Németh László, nagybecskereki katolikus megyés püspök, Harangozó László, szabadkai református lelkész, Kovács Csaba, maradéki segédlelkész és a Torontál Vásárhelyi református közösség képviselői is. Lapi Zsuzsanna, aki jelenleg Tóth Komlóson teljesít lelkészi szolgálatot, elmondta, számos emlék fűzi a most 130 éves évfordulóját ünneplő becskereki református templomhoz.
ehhez kötődik az életem, hiszen édesapám 56 és 83 között itt volt lelkipásztor, és én ide születtem. Ennek a templomnak az árnyékában cseperedtem, és itt szívtam magamba a hit alapjait és magát a hitet. Nyilván a szüleim példáján, őseinkről tanulva, ez a templom ennek a városnak egy gyöngyszeme. Ugye gyülekezet úgy látni pásztorát. Az elmúlt 130 év alatt sok nemzedéket szolgált a templom, bízni kell abban, hogy ez az elkövetkező időszakban is így lesz. Hangsúlyozta az eseményen Halász Béla, a szerbiai református keresztény egyház püspöke. Szükség a mi népünknek nem csak az ünnep, hanem maga ez az épület is. Hiszen még áll ez az épület, a templom épületére gondolok, az azt jelenti, hogy lesz, hol összegyülekeznünk, ahol magyarul szól az ige, magyarul énekelünk és imádkozunk. És ezt szeretnénk átadni az utánunk következő generációknak is. Az ünnepi istentisztelet végén a beiktatott lelkész Vujin Gyenge Szlivka Tilda a 130 éves templom történetét is bemutatta a hívőknek. Kevesebb teszt és tegnaphoz képest lényegesen kevesebb fertőzött. Ez jellemzi a mai szerbiai koronavírussal kapcsolatos adatokat. 1722 új esetet vettek nyilvántartásba Szerbiában, és 9 személy vesztette életét a COVID-19 betegség szövődményeinek következtében. Az elmúlt 24 órában több mint 9500 személyt teszteltek. Közben tovább terhelődik az egészségügyi rendszer, 1119 koronavírusos szorul kórházba. Házi kezelésre, közülük 83-an vannak lélegeztetőgépen. A Vajdasági Klinikai Központban kezelt koronavírus fertőzöttek leginkább a 40 és 60 év közötti korosztályból kerülnek ki. Továbbá az intenzív osztályon ápoltak kivétel nélkül oltatlan személyek, nyilatkozta a szerb köztévének Edita Stokić. A Vajdasági Klinikai Központ igazgatója hozzátette, növekszik a fertőzés miatt kórházi kezelésre utaltak száma. Újvidéken jelenleg 86 covidos beteget ápolnak, 13 személy pedig lélegeztetőgépre szorul. Mint mondta, újabb kapacitásokat kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy el tudják látni a fertőzötteket. Szavai szerint azt tapasztalják, hogy egyre több a fiatal, súlyos klinikai képpel rendelkező páciens. Ta životna dob, mi smo se sada u odnosu na prethodne cikluse koje smo imali u epidemiji COVID-a malo sada pomerili i ka uzrastima mlađe životne dobi. Tako je u Kliničkom centru Vojvodine je preminuo dečko koji je bio starosti preko 30 godina, nije bio vakcinisan i nije imao druge komorbiditete. Dakle, mislim da ovakve, tako da kažemo, iznošenje ovakvih slučajeva treba da bude itekako veliki apel za vakcinacijom. Újvidék után a legtöbb koronavírus fertőzöttet a nagybecskereki kórházban ápolják a tartomány területén, jelenti a szerb közmédia. Mint írják, a dr. Gyorgye Jovanović kórház egyike azon intézményeknek, amelyek nem hagyták el a COVID rendszert. Itt jelenleg 26 fertőzöttet kezelnek, 5-en intenzív osztályon vannak, közülük pedig 2-en lélegeztetőgépen. Növekszik a fertőzöttek száma a bánáti városban, több a vizsgálat a COVID ambulanciákon, és több a súlyos beteg is, mondja az intézmény igazgatója. Vajdaságban a legtöbb fertőzöttet Újvidéken regisztrálják. A történelem során először minden iskolában a szerb himnusszal kezdődik majd a tanév, ezt jelentette be a szerb tanügyi tárca vezető a Novostinak adott interjújában. Branko Ružić elmondta, fontos, hogy a szerbiai állampolgárok tiszteljék az ország zászlaját és himnuszát, mert ez a legszebb módja annak, hogy őrizzék identitásukat. Leszögezte, jó az, hogy hagyományos formában indul a tanév, a válságstábban ülők pedig mind azt akarták, hogy személyesen és ne a televíziók és a számítások
számítógépek képernyői előtt kezdjék meg a gyerekek az iskolát, mondta a miniszter. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Szamaraké volt a főszerep ma délután Királyhalmon, megtartották a Szamár versenyt. A jövő héten már barátságosabb időjárás vár ránk, napsütés és 25 fokos csúcsok lesznek. Rakétatámadás történt a kabuli repülőtértől, mintegy 5 kilométerre északnyugatra, írja a The Guardian. Az amerikai vezérkar megerősítette, hogy minden bizonnyal az iszlám állam öngyilkos merénylőjét fékezték meg a támadással, aki a kabuli repülőtéren robbantotta volna fel az autóba rejtett pokolgépét. Joe Biden amerikai elnök azt mondta, az Amerikai Egyesült Államok továbbra is végre fog hajtani légicsapásokat az iszlám állam ellen Afganisztán területén, bár ezt a tálibok Afganisztán elleni támadásként értékelik. Még mindig sok civil vár arra, hogy a kabuli repülőtérről légi úton kimenekítsék Afganisztánból, miközben az amerikai erők evakuációs művelete a végső szakaszába lépett, közölte a Reuters hírügynökséggel egy nyugati biztonsági illetékes. A repülőtér kapuinál korábban gyülekező tömeg megfogyatkozott azután a figyelmeztetés után, hogy a csütörtöki robbantásos merényletet követően szélsőségesek további támadásaira kell számítani. Az Afganisztánban 2 hete hatalomra került tálibok egy tisztségviselője azt mondta, ők és a távozó amerikai erők is a kabuli repülőtér gyors átadására készülnek. A zuhangó eső ellenére is fergetegesre sikerült a Csaba Királyfi című Székely Nemzeti Rockopera vajdasági ősbemutatója Temerinben. Pár perccel a kezdés előtt szakadt le az ég, ennek ellenére is sokan megnézték az előadást. A Csaba Királyfi című Székely Magyar Rockopera a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően jutott el Temerinbe. Az itteni szervező a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. Volt egy nagyon szép megemlékezés a temetőben, egy nagyon megható, a 44-es áldozatoknál, a második világháború után kivégzett temeriniekért énekeltek a székelyek, a vendégek. A Csaba Királyfi Rockopera vajdasági bemutatója a Temerini Kókai Imre általános iskola telepi épületének udvarában volt. Az egész napos enyhe idő után pár perccel a kezdés előtt leszakadt az ég. Egy órán át zuhogott az eső, de az előadást így is megtartották. Az emberek esernyő alá bújva nézték végig az előadást. Az, hogy megjött az eső, ezt még reméljük, hogy egy kicsit csendesedik vagy eláll, erről nem tehetünk. Mi előadjuk a darabot, ha jégesik, ha bármi lesz, és hát reméljük, hogy maradandó élmény lesz. A rockopera egyik főszereplője Rudán József, azaz a híres magyar rockénekes Rudán Joe, aki a főmágus szerepében állt színpadra. Elárulta, hogy vannak temerini felmenői. És meg hát tulajdonképpen én apai, anyai ágán délvidékről származom, vagy hát akkor ugye Nagy Magyarországban éltek az én nagyszüleim jöttek át a mostani Magyarországra. És jártam itt 10 pár éves koromban, kisgyerekkoromban a Feri barátomnál és ugye a szüleinél, és hát azóta, hát vagy megszakadt, jött ez a hülye háború, ugye ez a 30 éve ezelőtt, és akkor megszakadt a kapcsolat. De... G. Nagy István Ilián több éves kutató munka után írta meg a Csaba Királyfi című rockoperát. Csaba Királyfi azt mondja a székelyeknek, a magyaroknak, hogy elmegy innen, mert ugye meg akarták ölni őt is, és azt mondta, hogy visszajön. És ebben a darabban az van benne, hogy a székelyek várják Csaba Királyfit, és egyszer csak megjelenik egy ember, ez Álmos, és azt mondja a székelyeknek, hogy én Csaba Királyfinak az unokája vagyok. Tehát Csaba Királyfi keletről haláláig őrizte az, hogy vissza kell jönni, és az egyik unokája hazajött. Az est végén elhangzott a magyar himnusz is. Szamaragolás, fogathajtás és szalmabálagurítás, ezek voltak a fő számai a 38. Szamár versenynek. A színes program idén is sok érdeklődőt vonzott Királyhalomra. A versenyszámok mellett tombolával és koncertekkel is készültek a szervezők.
A fogadhajtásban Tisza már indult. A legnagyobb kihívást a vizes árok átugratása jelentette a versenyzőknek. Az első futamot Katona Ferenc nyerte, aki már számos alkalommal bizonyított a Szamár versenyen. Egy jó balanszó voltunk itt, meg jártunk Topolyára is, meg mindenfelé megyünk. Na, így. Márko! A fogadhajtás döntőjébe végül a 13 éves Vajda Balázs győzedelmeskedett csinos nevű szamarával. Készültünk, a vizes ároktól féltünk. Nagyon meglepődtem, nem vártuk ezt az eredményt. Örülünk neki nagyon. A gyerekek is jól szórakozhattak. Ők szalmabála gurításban és kerékpár versenyen mérhették össze erejüket. A versenyzők számára a nap csúcspontja a szamaragolás volt. A leggyorsabb szamárnak Ibolyka bizonyult, amelyet Csabai Henrik ült meg, mint mondta, elégedett volt a pályával. Elégedett, a túlsó fele egy kicsit rossz, azon zötyögős, de ez a fele egész jó, úgyhogy elégedett vagyok. A helyiek szerint a szamárverseny egybefonódott a település nevével. Sokan nem tudják a települést hova rakni, de hogyha azt mondjuk, hogy hát ott, ahol a szamárverseny szokott lenni, akkor már mindjárt tudják pontosan, hogy hol is van a településünk. Ezért is fontos számunkra, illetve az egész falun lakosságának nagyon fontos, hiszen körülbelül 50 önkéntes van itt a szamárverseny téren, és mindenki azon dolgozik, hogy az ide látogatók jól tudjanak szórakozni. A programot Szabadka Város mezőgazdasági és környezetvédelmi titkársága is támogatta. A közösségépítés is egy cél, tehát nem csak a versenyzés, közösségépítés, és az emberek, mikor egy ilyen rendezvényen vesznek részt, úgy gondolom, hogy egy kicsit elfelejtik azt, hogy mivel szembesülnek nap mint nap, úgyhogy egy kicsit kikapcsolódnak, barátkoznak. Az esemény tombola húzással Lagzi Lajcsi és a Piros Ingesek zenekar koncertjével zárul. Nagy érdeklődés mellett fergeteges versenyeket hozott a második csantavéri lovas találkozó, aki ellátogatott a vásártérre, a versenyek mellett főző versenyen is részt vehetett. Az estet élő zene zárja. Hát nagyon kimérten szépen kerülgeti a körvállalkat. A csantavéri rendezvény részeként több lovas megmérettetést is tartottak a pályán. Az érdeklődés nagy volt, hiszen a településen nagy hagyománya van a lóversenyezésnek. Sinkovics Rebeka is részt vett a versenyen, saját kategóriájában első helyezést ért el lovával. Ez volt az első verseny, ahol indultunk. Hogy szoktatok felkészülni? Hát komolyabban nem szoktunk készülni, hanem néha vannak ilyen, én is ilyen kisebb ügyességi pályákat készítek otthon, és ott gyakorlunk. Idén főzőversenyre is lehetett jelentkezni, ahol zúzapörköltet lehetett készíteni. A legtöbben már 8 óra előtt elkezdték a hozzávalók előkészítését, hogy biztos sikerrel járjanak a déli eredményhirdetésen. Reggel 8 óra felé jöttünk le, föltettük a bográcsot, megmostuk a belevalót, elkezdtük főzni, fűszerek, egy kis zöldség erre-arra, úgyhogy reméljük, hogy finom lesz. Mi készül most? Zúzát fogunk főzni, beneveztünk a versenyre is, reméljük, hogy fogunk elérni valami helyezést. A csantavéri lovas találkozó igazi közösségi rendezvény a falu életében. Nagyon népszerű lett a fiatalok körében, láthatjuk, hogy szép lassan gyülekezik, hála Istennek jó az ide, gyülekezik a közönség. Na most ez mellett van egy kis kísérő rendezvény, hogy miért nem enni kell. Megy a zúzopörkölt főzőverseny, és ha jól tudom, a hús csapatverseny ez. Meg hát itt lehet látni a szülők a kisgyerekekkel, idősebb mindenkit, aki ráér, kedve van, jó az idő. Az esemény programja egy Dukai Tamás és barátja Pesti Martin állította össze, akik már évek óta foglalkoznak lovakkal. Lesz több programjuk a lovasoknak, lesz az első a lovas ügyességi játékok, otton ügyességi nyerekben vagy szőrén a lovasok, és szalmabálákat kerülgetnek, üvegeket ütnek le karddal, és a végén egy kis sprint nekik, galopp, vágta,
utána következik a fogadhajtó verseny, ottan különböző akadályok között kell áthajtani nekik a pályán. Utána pedig jönnek a szépségversenyek, lesz póni szépségverseny, csődör szépségverseny és kanca szépségverseny rendezünk. A nap második felében gyermekprogramok várták a legfiatalabbakat, sőt, dínnyelvű versenyen is részt vehettek a vállalkozó szellemi jelentkezők. Saját szomszédaik megismerése, a család összekovácsolása, a közösségépítés és erősítés, valamint a jótékonykodás volt a célja a szombatesti Szabadkai Szomszédok napjának, amit a VMS Pestcsarai helyi szervezete rendezett meg. A szabadkai Pestcsara helyi közösséghez tartozó Csépe Imre utcában található sportpályán ezúttal nem csak az utcabeli szomszédok, hanem azok távolabbi szomszédai, sőt a szomszédos szomszédok szomszédai is összejöttek, így csak hamar, majdnem szűknek bizonyult a rendezvény helyszíne. Az idén második alkalommal megrendezett Szomszédok napja alkalmából igazi családbarát programot tartottak, amely babamászó versennyel indult, 5 résztvevővel, akiknek 6 métert kellett összesen mászniuk. A közösségi eseményen a művelődési egyesületek mellett helyi amatőr fellépők, gyerekek, aprócska mazsolettek, fiatalok is részt vettek. A mai rohanó világban általában szomszédok hazajárnak aludni, nekünk pedig fontos az, hogy ismerjük egymást, hogyha valaki bajba van, kisegítse, felfigyeljen az, hogy otthon van-e valaki. Tehát, hogy felügyelünk egymást és barátkozunk egymással. Ez a célunk, hogy egy közösségi találkozót szervezzünk meg ezzel a címszó alatt. Az est folyamán átadták a legszebb pestcsarai kertdíjat is. A környékben rengeteg szép, díszes, virágos udvar van, emelte ki a zsűri elnöke, Táborovics Angéla. A legelső helyezett az Ola Szilvia, Szép utca 44. Őnek egy nagyon szép rendezett, hatalmas kertje van, teli virágokkal, nagyon szép, szinte nem tudtunk merre nézni, nagyon szép. A másik helyezett Fábián Helga, Mohácska 10. Ő szintén nagyon szépen rendezett, nekük van egy kis tavuk is, és nagyon szépen be van rendezve külalakra, mind a növények elrendezett, mind a tóba, a növények tényleg szépen meg van oldva a kert. Azzal, hogy másodízben szervezték meg, a rendezvénynek immár hagyománya van, és lesz is, mondta köszöntő beszédében dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Ez a Szomszédok napja, úgyhogy itt vannak a pestcsaraiak, de itt vannak a környező helyi közösségekből is az emberek, lehet barátkozni, lehet, jól érezhetik magukat az emberek, vannak műsorszámok, gyerekek fölléphetnek, úgyhogy mindenképpen egy jókedélyű rendezvény. Az eseményt karitatív jelleggel rendezték meg, a helyi óvodának gyűjtöttek a szervezők. Az összegyűlt pénzből egy nyomtatót terveznek vásárolni, megkönnyítve ezzel az óvónő munkáját, illetve a gyermekek számára is több foglalkozást, műhely munkákat tudnak majd biztosítani fejlődésük érdekében, mondták a szervezők. És most az időjárásról. Az esős, hűvösebb hétvége után a jövő héten már barátságosabb, naposabb időre van kilátás térségünkben, jelenti a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Az előrejelzések szerint a szerdai napot leszámítva száraz idő lesz. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Ami a hosszú távú prognózist illeti, egészen szeptember közepéig stabilabb időjárási viszonyokra számíthatunk, ami azt jelenti, hogy ugyan lesznek csapadékosabb napok, de a csúcshőmérséklet 24-26 fok körül várható. A hajnalok ugyanakkor csípősek lesznek, 11-12 fokig süllyed a hőmérő higanyszála.
aranyérmet nyert Illés Fanni 100 méteres mellúszásban a Tokiói Paralimpia vasárnapi versenynapján. Az S4-es kategória magyar indulója a nevezési idők és a papírforma alapján a szám legnagyobb esélyesének számított. Ennek megfelelően már az előfutamból is a legjobb idővel jutott tovább. Az esti döntőben így a 4-es pályán versenyzett a 2019-es év világbajnoka, és bár 50 méternél még második volt, végül fölényesen győzött. Aranyérmet nyert az asztali teniszező Pálos Péter az S11-es kategóriában a Tokiói Paralimpián. A Londonban győztes 5 éve Rio de Janeiroban harmadik helyezett magyar játékos, aki enyhe értelmi fogyatékossággal született, a fináléban 5-szettes sikert aratott az előző paralimpia ezüstérmese, az ausztrál Samuel Philipp von Einem ellen. 79 éves korában elhunyt Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. A NOB is megerősítette a világszervezetet 2001 és 2013 között irányító belga sport diplomata halálhírét. Az ortopéd sebész végzettségű Rogge válogatott rögbi játékos, 16-szoros belga bajnok, valamint világbajnok vitorlázó és 3-szoros olimpikon volt, mielőtt a NOB 8. elnöke lett. Thomas Bach, a szervezet jelenlegi elnöke elmondta, a teljes olimpiai mozgalom osztozik a gyászban, és a következő 5 napban félárbócra eresztik az olimpiai zászlót a NOB székházánál és az olimpiai múzeumnál is. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Két pályacsúcs is megdőlt idén a szabadkai félmaratonon, csak nem 1500-an futottak. Ma tartották a Szentkúti búcsút a Szabadka melletti Mária kegyhelyen. A templom 130 éves fennállását ünnepelte a nagybecskereki református közösség. Egyre többen szorulnak kórházi kezelésre a koronavírus fertőzés miatt Szerbiában. Bemutatták a Csaba Királyfi című Székely Nemzeti Rockoperát Temerinben. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a panonrtv.com-on. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen egy összefoglalót láthatnak most a 4. szabadkai félmaratonról. Szép estét kívánok, viszontlátásra!